giorno, második nap, Trecime lábánál, nem ezt fogjuk célba venni. Az eredeti terv az az volt, hogy megkerüljük ezt a buckát, és elmenjünk a Zsigmondi házig, de mivel elég későn értünk fel ide, volt egy kis fennakadás a felvezető úton, ezért valószínűleg csak a Büllelle jóhüttéhez jutunk el. Kedves túratársak, Muki és Barbi. Amúgy itt megnézitek a völgyben a Santa Catarina tó. És ott a távolban még látszik a Missouri-ra. És itt láthatjátok az emberiség legáldázabb ellenségét, a sziklamászókat. Valahelyez egy gyönyörű szikla volt, aztán jöttek a sziklamászók, és széterodálták az egészet. És itt letérünk a főútvonalról, a Zsigmondi és a Büllelle jobb felé, és megkerüljük a Monte Paternónak a masszívumát, amiben több első világháborús erőd, illetve bunker is található a hegygyomrában. Ott ül a mormota, a szikla tetején. Ott. És köcsögösködik. Mert a mokka ugye sípre jelre jön be. Ő meg elkezd füttyögni. Mokka! Úgyhogy ezekkel van a probléma. Ezekkel van a probléma. Mokka. Meg a mászókkal. Hozzám! Ha a mászók meg a mormoták nem lennének, sokkal jobbak lennének a hegyek. Jaj, de itt van egy mászó. Ja nem, a mászók azok aranyosak. Gyere! Egy vadon élő német vizslát figyelhetünk meg természetes környezetében. Úristen! Támad! Támad! Megtaláltuk a Vietcong, a mormoták egyik járatát. Őrmester! Menjen, beküldünk egy osztagot. Nincsenek Vietcongok az öregben. Tom, meg? Ez a te hibád. Thank you.
és hozzám. Ez a Monte Paternò hátoldala. Gyere! Gyere! És elnéztek arra, gyere. Az a dráj cínnel hütte. Oda tartunk. Gyere. Kettő tengerszem esik majd az utunkba. Gyere, baba, gyere. Lenne egyébként egy alternatív út is, csak nem annyira kutya kompatibilis. Ez pedig föl a Monte Paternónak a tetejére. Még az embereket is ki lehet venni a csúcson. Csak ez, mint mondtam, nem annyira kutyabarát feltehetőleg, azért itt vannak biztosított, meg nagyon kitett szakaszok is. Lago Superiore, azaz Lake Superior. Emlékeim szerint Amerikában van egy testvére, bár még nem láttam, de a térkép szerint ennél egy pöppet nagyobb. Mokka, futás, gyerünk, mehetsz! Jó. Quando arriva aggancia il moschettone e quando io vado. Bukit beraktuk az autóba. Teljesen elalélt. És ha azt kérdezitek, hogy eddig rövidújúban voltunk a videókon, most meg miért ülünk tollkabátban és sapkában? Hát azért, mert itt a kempingben este ilyen 5-6 fok lesz, illetve nem este, még nem 10-12, de aztán éjszaka meg 5-6 fok lesz. Fincsini. Na, holnap találkozunk.